Jó estét kívánok! Önök a Szeged Televízió véleményműsorát, a Szabad szájat látják húsvét előtt. Hárman, három témáról 30 percben, lehet, hogy háromféleképpen, de hát a hír szent, a vélemény szabad. A műsor csütörtök délután rögzítjük, ha valamin közben túllép az idő, bocsássák meg nekünk. És akkor bemutatom mai vendégeinket. Ragány Zoltán ügyvéd. Köszöntöm a nézőket. Tarnay Kristóf Ábel, aktivista blogger. Köszönöm mindenkit. És Kővári Árpád elnök, Tiszavolán SC. És akkor lássuk mai első témánkat. Nehéz megállapítani, hogy melyik az eredeti és melyik a paródia. Az igazi politikusok olyan érzelmi töltettel képesek elszaladni az újságírók elől, hogy profi színészeknek is becsületére válna. Persze csak a független sajtótól félnek, az őket támogatókkal készségesek. Igaz, nekik pontosan meg lehet mondani, mit kérdezzenek, mit ne kérdezzenek, hova álljanak és honnan álljanak félre. Ha valaki mégis véletlenül föl tud tenni egy érdemi kérdést, gyakorta semmit mondó válaszokat adnak, vagy egyszerűen hülyére veszik a figurát. Boldog karácsonyt kívánnak, vagy annyit mondanak, hogy Soros. Ha egy állami vezető nem akar szembesülni azzal, hogy a veje, a pártársa, a szomszédja vagy a rokona hogyan tüntetett el pár milliárdot, az érthető. Az azonban sokkal rejtélyesebb, miért tűnik el ezt a választópolgárok, és a valódi kérdések elöli elmenekülés befolyásolja a pártok és a politikusok támogatottságát. A megfutamodás az olyan férfiatlan dolognak tűnik, legalábbis a sportban biztos. Elnök úr, a politikában is az? Én azt gondolom, hogy ezt világosan látjuk, hogy ma nagyon sok megfutamodás van. Ennek több oka is lehet, én nem akarok senki fölött pálcát törni, de való igaz, hogy nagyon kínos és kényes kérdéseket tesznek fel, és ezekre a kérdésekre a válasz teljesen mellékes sok esetben, mert van egy teória, amit minden áron ki akarnak belehozni, ha nem tudnak, akkor pedig hát az illető egyik része megfutamodik, a másik része megsértődik, tehát egy zűrzavar van, ez a tiszta igazság. Nincs konkrét, korrekt, tisztességes kérdés és tisztességes válasz. Kristóf, ezt hogy látja? Újságírónak készül? Igen, borzasztó, az újságírók borzasztó, tehát kérdeznek meg, problémáznak mindent, tehát ez tényleg egy szörnyű. Igazából én szerintem azért van szükség minden médiának a felvásárlására, mert a független média az lényegében egy no-go zóna a politikusok számára. Nem, tehát én azt gondolom, hogy most így komolyra fordítva a szót, azt gondolom, hogy annyira elképesztően eltávolodott a mai kampány, és tényleg a mai politikának gyakorlatilag egy nagyon-nagyon nagy része a valóságtól, hogy ezután persze érthető az, hogy nem akarnak ezek az emberek kamera előtt értelmes, valódi és nem előre gyakorlatilag az ő stábjuk által leegyeztetett kérdésekre válaszolni, csak azért annyit hagyd legyünk hozzá, hogy azoknak a politikusoknak, azoknak a honatjáknak, akik közpénzből felettünk hoznak döntéseket, azoknak kötelessége, munkaköri kötelessége az, hogy ezekre a kérdésekre válaszolnak, és a munkaköri kötelességének az elmulasztása az, hogy ezekre nem válaszolnak. Nyilvánvalóan úgy nehéz, hogyha például mondjuk a jelenlegi kormánypárt gyakorlatilag a teljes választási kampányát egy hazugságra építette föl. Tehát amikor kiteszik azokat a plakátokat, amire le van írva, hogy ezt a bizonyos csodálatos kerítést lebontaná az ellenzék, és bírósági hitélet mondtak, hogy ez nem igaz. Tehát amikor eljutunk oda, hogy olyan értelmes próbáljuk nagyon jól másolni a Trumpi kampányt, hogy tehát gyakorlatilag egy ilyen posztigazságos kampányt hozunk létre, amiben az igazság egy huszadrangú dolog, akkor persze egy ilyen kellemetlenkedő, borzasztó dolog az, hogyha egyébként egy újságíró megkérdezi, hogy hát bocsi, ez tök jól hangzik, csak nem igaz. Ügyvédként ezt hogy látja, hogy egyébként kinek kell akkor igazat mondani, vagy senkinek? Elég, ha elhangzik a kérdés, elfutott a riportalany, és akkor ennyi. Hát, hogy kinek kell igazat mondani, én azt gondolom, hogy ez egy abszolút morális kérdés. De hogy a választ ne kerüljem ki, igazat kell mondani a tanúnak, mondjuk egy büntető vagy egy polgári eljárásban, mert ott következményei vannak annak, ha nem mond igazat. És akkor ezen a körön kívül gyakorlatilag... A vádlottnak viszont nem. A vádlottnak nem, én nem is a vádlottat mondtam, hanem a tanút. Tehát innentől kezdve ezen a körön kívül viszont abszolút föntartom az első viccesnek szánt megjegyzésemet, hogy ez egy morális kérdés. És nem vitatkozva az urakkal, mert sok mindenben, vagy szinte majdnem mindenben egyetértek velük, de én nem csak erre a mostani néhány nap, hét vagy hónap eseményeire hegyezném ezt a problémakört ki, és nem kifejezetten politikai kampányról, választási kampányról beszélnék. Én azt gondolom, hogy ez az elmúlt időszaknak egy olyan sajnálatos tendenciája, amely gyakorlatilag majdhogy nem mindenhol megjelenik. Ebben benne vannak. Mondjuk elmúlt 8 évet, vagy mennyit mondjunk akkor? De, ha elmúlt 8 évet mondok, akkor annak politikai színe van. Mostani elmúlt 8 évet, már a Fidesz elmúlt 8 éve. Világos, tehát hogy hol vannak a viszonyítási pontok, ezek mindig kérdések, és én azért nem is akarok viszonyítási pontot tenni, mert a folyamat nem attól lesz az általam tett gondolat valós, hogy elmúlt 8 év, vagy elmúlt 16 év, vagy elmúlt 8 év mínusz 16 év, tehát nem ez a kérdés, hanem az, hogy ez egy tendencia lett, hogy gyakorlatilag, és ebben én azt gondolom, hogy a társadalomnak súlyos felelőssége van, vagy lehet, hogy beéri azokkal a válaszokkal, amiket kap. A köztévén volt ez a bizonyos Kotkodács című 5 perc, abszolút szellemes paródia volt. A lehetetlen helyzetre teljesen rendben van. Egyébként értelmesebb válasz volt, mint a köztévé előtte, utána teljes műsorfolyama. De tehát egyébként ez annyit hagy tegyek hozzá, hogy ez egyébként részben sajnos igaz, tehát azért azt látjuk, hogy ellenzéki pártok addig nagyon szeretik a sajtót, amíg nyilván ott a kormány teljesen jól lehet ekézni, de onnantól kezdve, hogy egy ellenzéki pártnak is olyan problémás ügye kiderül, vagy mondjuk itt például Szegeden helyben erősek, és mondjuk kiderül, hogy egy vita az többet visz, mint hoz, akkor már kevésbé, de azért azt viszont szerintem ne általánosítsuk, tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly probléma, és hát átvitt értelemben remélem, hogy a társadalom egy idő után vádlottat fog ezekből az emberekből tanúhelyet alakítani. Ez nem a társadalomnak a dolga, hogy vádlottat vagy tanút csináljon. Már nem szó szerint. Hanem... Értem, de a társadalomnak annyiban mindenképpen van felelőssége, hogy azt mondja, hogy én elfogadom-e ezeket a válaszokat, vagy nem válaszokat, vagy kotkodálásokat, vagy nem fogadom el. Elnök úr, ön szerint is elfogadják az emberek ezeket a válaszokat? Hát ez a nagy kérdés, mert a választáson derül ki. Hát végül is ezek az egyszerű emberek, átlagemberek mikor tudnak bármit hozzátenni, szólni. Lehet, hogy egy-két újságcikkbe, valami kis rövid hírben megírja a saját véleményét, és azt leközlik, hanem a választásokon, hogy kire fog szavazni az ember, az el fog dönteni bizonyos dolgokat. Abból majd valószínűleg levonják a következtetést mind az egyik oldal, mind a másik oldal, és reményeim szerint, az én reményeim szerint, bár elég sok mindent megéltem már, egy valamilyen tisztulási irányba indul el ez az országnak ez a választás, ez az egész politikai szövevénye. Már úgy érti most jövő vasárnap után? Minden, bár most vasárnap, vagy azt követő választás, elindulunk egy olyan úton, ami normálisan lehet kommunikálni, normális érveken lehet vitatkozni, és nem az lesz a vita tárgya, hogy ki tud hangosabban vagy kiabálva mondani dolgokat, és az érveket nem meghallgatva. Másért nem érdekli, másra nem kíváncsi, csak a sajátját mondja. Én pontosan erre utaltam az előbb, és köszönöm, mert sokkal jobban sikerült artikulálni az én gondolataimat, hogy ott kezdődik a dolog, hogy emberek egymás között képtelenek kommunikálni, emberek egymás között a legalapvetőbb társadalmi szinteken képtelenek meghallgatni, megérteni, hát ezek már bonyolult. Tehát az még bonyolult. Tehát ezek már bonyolult folyamatok, tehát meghallgatni, megérteni, és erre adekvát válaszokat adni, és mivel itt ez a dolog meghalt, innentől kezdve minden további szinten már csak halott lehet a történet, és innentől kezdve nem túl bonyolult, akár jobbról, akár balról, mert ugye itt elhangzott ez a kérdés is, és én ezért is mondtam, hogy ez nem jobb vagy baloldali kérdés, azt mondani rá, hogy hát kotkodálok, mert úgyis teljesen mindegy, ez így teljesen mindegy. Akkor egy rövid választ kérek a fiatal generáció képviselőjétől, hogy mit mutat ez a fiataloknak? Én azt gondolom, hogy a fiataloknak az a fajta mentalitása, hogy ebből az egészből elegük van, és egyrészt a lábukkal szavaznak, egyrészt nem mennek el választani, az sajnos nagyon ebből jön le. Tehát persze van az, hogy az embereket már, vagy nem tudom, most ez volt eszhangzó, hogy az emberek már egymással se tudnak rendesen ilyen kérdésekről kommunikálni, de valahol bármilyenekről. De igen, de ez valahol azt gondolom, hogy mindig egyfajta, most nyilván egyfajta felelősség az adott politikai hatalomnak is, tehát amikor mondjuk jelenleg konkrétan egy néphűítési kampány folyik, mert ezt azért mondjuk ki, hogy mondjuk menekült ügyben szándék se volt arra, hogy megértessük az emberekkel, hogy most akkor bocsánatok, most miről van szó, honnan jönnek a menekültek, miért jönnek a menekültek, akkor most kit kell befogadni, kit nem kell befogadni. Egyszerűen csak arról van szó, hogy nagyon jól kitalálták azt bizonyos tanácsadók, hogyha ezt most minél inkább nem értik az emberek, minél inkább félnek ettől az emberek, akkor az nekünk baromi jó, mert ránk fognak szavazni, teljesen mindegy, hogy Mészáros Lőrinc felvásárolja a fél Balatont, mert migránsok. Szerintem rossz irányba mész, most már kicsit hogy mondjam, túlságosan aktuál politikával holott egy általános kérdés, volt, így van, úgyhogy én szerintem maradjunk itt a fehér asztalnál, bár vita a mai téma, de alapvetően ugye ez az egész menekült migráns kérdés is, az, hogy túl van ragozva, vagy nincs túl ragozva, ez embere válogatja. Hozzáteszem, embere válogatja. Én éltem Arabországban 2 évig. Na most, amikor azt mondom, hogy az a vallás ott hagyta őket 500 évvel ezelőtt, tehát ami az ő időszámításuk kb. 500 évvel később kezdődött, mint a keresztény. Ezt gondolom majd megtudod, ha nem emlékszel rá. Igen. Körülbelül ott vannak 500 évvel korábbi időszakra, mint mi a középkorban voltunk. Viselkedésben, életvitelben, mindenben. Egyébként ezek az emberek... Az a fajta mentalitás, amit mondjuk abból következik, hogyha egy muszlim vagy bármilyen vallást túlságosan komolyan veszünk, és még nincs szekularizáció, nincs meg az állam és egyház különválasztása. Való igaz, egyébként ezzel a folyamaton a kereszténység is korábban már egyszer végigment, ez egy rossz dolog volt. Rossz dolog volt, igen, eljutottunk oda, hogy a kereszténységet már nem veszik komolyan, és ezért hála Istennek ez a fajta hatás hát megszűnt. Komolyan veszik azért. Hát olyan értelemben nem veszik komolyan, mert ha komolyan vennék, akkor mondjuk komolyan vennék azt, hogy például mondjuk nem tudom, törvényben tiltanák meg a, nem tudom, a házasság előtti nemi életet, vagy hasonlók. Tehát, hogy maradjunk annyiban, nincs egy vallásközpontú törvénykezés, nincs egy annyira fajta konzervatív. Persze, hogy nem kellene, nyilvánvalóan ez egy teljesen jogos dolog, hogy a szekularizmus hiánya az egy probléma, és jelenleg az egy muszlim tehát a muszlimokra jellemző probléma, de nem egész értem, hogy ebből mi. Tehát annyi, hogy következik. Itt a kultúráknak a háborúja kezd kialakulni, és ezt nem veszik komolyan sokan. Nem értenek egyet? Itt most tegyünk 3 pontot, hogy tovább tudjunk menni, és akkor következzék a mai második feladvány. 1300 milliárd forint fölfoghatatlanul sok pénz. Több, mint az egyéves magyar agrártámogatás. Állítólag ennyit loptak ki az országból, és ennyit mostak tisztára arab és ázsiai bankokban. Állítólag ugyanannyit örökölt egy csengeri nő, aki Kósa Lajost kérte meg, hogy segítsen neki befektetni. A fideszes miniszter újsághírek szerint 800 milliót kért a segítségért. Vannak bizonyos dokumentumok, de pénz pillanatnyilag nincsen sehol. A történetek hihetőek, de egyelőre nem hitelesek. Látunk-e majd bizonyítékokat? Vagy a gyanú árnyéka is elég, hogy befeketítse az érintetteket? Hát annyira fölfoghatatlan ez az 1300 milliárd forint, hogy utána néztem, hogy ez tulajdonképpen úgy hasonlítható esetleg, hogy Szegednek több mint 22 éves költségvetése, vagy hogy az összes ma hazai nyugdíjasnak a 6 havi ellátása. Tehát valami megfoghatatlan összeg. Minden másnap jön egy új botrány. Tudják az emberek ezeket követni? Szerintem nem is ez a cél az ilyen botrányokkal, hogy kövessék. Pontosan azért jön minden nap új, hogy a tegnapi botrány az már minden nap új császárok, új királyok, új média személyiségek jönnek. És hát ahogy a felvezetőben is hangzott, ezekkel a botrányokkal az a legnagyobb baj, és itt megint én nagyon szeretnék középre maradni. Azt gondolom, hogy akkor vagyok helyes, nem csak a szakmámhoz hű, hanem emberként is akkor gondolkodom helyesen. Nyilván emberként egyébként vannak nekem is gondolataim, vagy feltevéseim, de nem engedhetem meg magamnak azt a luxust, hogy a feltevéseim mentén kommunikáljak ilyen kérdésekről. A feltevés ugye az volt, illetőleg a felvezetőben elhangzott, hogy állítólag, ez kétszer is elhangzott, ha jól figyeltem, hogy állítólag, és hogy elegendő a gyanú árnyéka. Hát ugye akkor innentől kezdve gyakorlatilag bárkire, bármikor dobhatok egy pohár akármilyen tartalmú folyadékot, és ez pontosan elég lesz arra, hogy őt lefényképezzük akkor, amikor a fején ez folyik, aztán azt fogjuk mondani. Elnök úr csak legyintett, úgy látom. Itt akkora hazugságok és akkora lódítások vannak, ha még nem is hazugságok, nagy mondások vannak, amit egyrészt követhetetlen, bizonyíthatatlan, mindig van valakit, akit kipicéznek. Most a Kósát, nekem nincs ezekről különösebb konkrét anyagaim, hát mit tudok mondani? Azért tegyünk, viccek ma már. Hát azért tegyünk meg különbséget, hogy mondjuk arról van szó, hogy mondjuk tényleg, oké, Az világos, hogy ezek a jelenlegi esetek, ezek azért jelentek meg a Simis Karajos tulajdonában lévő médiumokban, mert nyilvánvalóan választási kampány van. De azért nagyon nem mindegy, hogy csak azért jelentek meg, elsősorban azért jelennek meg egy ügy, vagy egyébként ezek valid, tényleges dolgok. Tehát azon nekem mindig a hideg kiráz, amikor egy szinten kezelünk egy politikailag kínos, leleplező cikket, ami megjelenik mondjuk független médiumokban, és amikor másnap mondjuk a Magyar Idők az ilyen tök baromságokat megpróbál lejáratást folytatni, amire egyébként még ugye itt való igaz, tehát az való igaz, hogy ez nem biztos, hogy igaz, de vannak olyan lejárató kampányok, amiről például kiderül, hogy biztos, hogy nem igaz. Tehát amikor leírták azt, hogy például a diák szervezeteket Soros György pénzeli, biztos, hogy nem igaz. Ezért én azt gondolom, hogy egy kicsit azért talán ne relativizáljunk, tehát hogy vannak olyan dolgok, én akkor azzal a részével egyetértek, hogy mindenképpen ki kell vizsgálni, mi az igazság. Tehát ki kell vizsgálni, honnan veszed azt a mondatot, hogy nem igaz, hogy a Soros fizeti a diákokat. Hát, ezt tudod bizonyítani. Hát, benne vagyok, és tudom, hogy engem nem fizet Soros György, és tudom, hogy a többieket se fizeti Soros György. Ügyvéd úr, az előbb felsorolt esetekben lehetne egyáltalán bizonyítékokat szerezni, vagy minden így a levegőben marad? Hát annyira, amit a sajton keresztül tudomást szerzek én is, önök is erről a történetről, ez alapján én azt gondolom, hogy ezek tényleg megfoghatatlan lufik. És megint csak azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy jobbról vagy balról érkeznek ezek a lufik, ezek megfoghatatlanok, de nyilvánvalóan vannak arra kriminalisztikai módszerek, hogy a nyomozó hatóságok legalább elinduljanak, ha lenne, vagy van ilyen szándékuk, annak érdekében, hogy adott esetben beszerezzenek kézzel fogható adatokat. Mert nyilvánvalóan vannak az állítólagos hírben állítólagos okiratok, hát ezeket be lehet szerezni, ezeket meg lehet nézni, mi van benne. Az okiratokban szerepelnek emberek, azokat ki lehet hallgatni tanúként, azokat vagy igazat mondanak, vagy nem, erről ma már egyszer volt szó, elvileg igazat kellene, hogy mondjanak, és ebből lehet egyről kettőre esetlegesen fölgöngyölíteni. És nagyon fontos, hogy egy büntető eljárásnak nem csak az a célja, hogy fölgöngyölítsen egy büntető ügynek látszó történetet, hanem adott esetben kizárja azt, hogy itt nem történt bűncselekmény. A nyomozás vagy a gyanú megerősítésére, vagy kizárására kell, hogy szolgáljon. Ha van ilyen nyomozás, ha van ilyen eljárás, én nem tudok ilyenről. Pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor tudnánk arról, ha lenne. Én azt gondolom, hogy ha lenne elrendelt nyomozás ebben a történetben, akkor arról feltehetően tudnánk, és innentől kezdve lenne bármilyen fogózó pont, így viszont nincs. Tehát ez az egész dolog megfoghatatlan. Van ez a Kósa, hogy egyébként tényleg borzasztóan. Kósától függetlenül mondom. Ez egy megfoghatatlan dolog, de amikor azt látjuk, hogy olyan kérdésekben, például mint mondjuk az Elios botrány, amivel feketén-fehéren ott van az Olaf jelentés, feketén-fehéren látjuk, hogy mi a vád, akkor Polt Péter azt mondja, hogy hát jó, de majd... Hogy mondtad szót, hogy feketén-fehéren látjuk az Olaf? De abban mi van leírva szerinted? Az Olaf jelentés tartalmának a nagy része az egyébként a sajtóban már megjelent, a kisebb része, az meg ugye a magyar hatóságnak elküldték. És bocsánat, ugyanez az Olaf annak idején, amikor a hármas metró szocialista érája alatti csalásokról ugyanilyen jelentést készített ugyanez az Olaf, akkor mit csinált a magyar kormány, a narancsszínű jelenlegi kormány? Másnap nyilvánosságra hozta, azt mondta, gyerekek, itt az Olaf, ez itt a szentírás, amit az Olaf ír. Most mit csinál? Nem hozza nyilvánosságra? Hát ír valamit az Olaf, hát lehet, hogy hülyeség, ködösít, és azt mondja Polt Péter, hogy ó, hát még nagyon sokáig eltart a nyomozás, de hogy a választások után igaz, még biztos, nagyon biztos. Tehát, de szerinted ezek nem fognak kiderülni? Hát én nagyon remélem, hogy ki fognak derülni. Hát jelenleg egyáltalán nem arra mutat a hatalom, hogy szeretnék, hogy kiderüljön, és jelenleg azt látjuk, hogy mindenfajta úton, módon azt próbálják elérni, hogy ne derüljön ki. Vagy akkor megint ott tartunk, hogy igazából mindegy is, hogy persze, milyen bizonyítékok kerülnek elő, mert aki amit akar, azt hisz el. Ezek gyakorlatilag karaktergyilkosságok. Mindenki mondja a saját mantráját, ugyanazt. Kodál. Nem. Ahonnan elindult. De bocsánat, ez relativizálás. Tehát ez olyan, azért relativizálás. Te sem mondasz konkrétat. Te mondok konkrétat. Ott volt például Tiborcz István, aki a miniszterelnök veje, akinek ügyében egészen konkrétan szervezett csalás ügyében folytat nyomozást. Az Olaf még nem mondta ki, hogy ez történt, de konkrétan nyomozást Az Olaf kezdjük el. Elindított egy folyamatot, és nyilván a magyar hatóságnak kéne nyomoznia, de pont ez az. Így van, És nyomoz a magyar hatóság? Persze, hát majd papíron nyomoz, aztán majd szépen eltart sokáig. Mikor volt a hármas metró esete? hogy mikor volt. De bocsánat, időben, tehát, mikor tehát, volt. Hogy most nem azt mondom, de nem hát azt de, nem arról van nem szó, az kifogásom, nem azt kifogásolom. És az alapján. Igen. És utána rögtön nyilvánosságra hozták az Olaf jelentést. Most, amikor megkapta a magyar kormány, nagyon régen még mindig nem hozták nyilvánosságra Olaf jelentést. Vajon miért? Meg biztos nyilvánosságra fogják hozni, mert ez itt hivatalos jelentés, ez tény és való. Legyen így. Bocsánat, most szkeptikus vagyok ezen a téren. Ebbe kapaszkodsz és ebbe gondolt, hogy igazad van? Én azt gondolom, hogy nagyon nagy probléma az, hogy az Olaf jelentést még mindig vonakodnak nyilvánosságra hozni, mikor annak idején... Álljunk meg egy pillanatra. Igen. Elhangzott, ha jól emlékszem, éppen a jobbomról, igen, hogy a sajtóban ez döntően már megjelent. De ez, bocsánat, az nem egy hivatalos, az, hogy kiszivárgott a sajtóban, az nem helyettesíti azt, amit én nekem... a hivatalos rész. Igen, a 24 ponton elég sok anyag kiszivárgott, de az, hogy nyilvánosságra hozok azért, mert nekem megvannak a magam forrásai, az nem helyettesíti azt, hogy ja, bocsánat, már kiszivárgott a sajtóban, akkor nekem nem kell nyilvánosságra hozni. Ezzel egyetértek, és sok mindennel egyetértek egyébként, tehát nyilván azt jól tetten érhető, hogy ez a két felhozott példában két különböző kezelési módszert alkalmazott a kormányzat, ez ténykérdés. Anélkül, hogy ismernénk egyiknek az alapját, ismernénk a másiknak persze a tartalmát, de hogy két különböző kezelési módszer volt, az nyilvánvaló, de ez meg megint ugyanoda lyukad vissza ez a probléma fölvetés, amiben lehetünk kritikusak, azt hiszem, már önmagában ebben a tényben, hogy különböző volt a kezelési mód, oda vezethető vissza, amiről elindultunk a legelső témában, hogy gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy mit mondanak, és én ezt újra csak azt tudom mondani, amit akkor mondtam, hogy az emberek felelőssége ebben a kérdésben a legmegfoghatóbb, és nem azt mondani, hogy nem megyek el, mert engem nem érdekel, pontosan itt van, el kell menni, mert utána utólag azt mondani, hogy engem ez nem érdekelt, de közben meg szidom a rendszert, ez nem túl elegáns. Ebben részében maximálisan egyetértek, tehát hogy mindenki menjen el szavazni, természetesen. Akkor most ugyanoda lyukadunk vissza, mint az első kör végén, hogy akkor fönt hagyjuk a hangsúlyt, és akkor jöjjön a mai harmadik menet. Egy szegedi polgár rózsaszín festékkel dobálta meg az ügyészség falát. Vannak, akik szerint ez véleménynyilvánítás, viselhető kritika. Az érintett vádhatóság azonban följebb sófolta a tétet. Az igazságszolgáltatás elleni támadásról beszélt. Az ellenzék szerint az ügyészség teljesen a kormány kottájából játszik, ellenzékiekkel szemben könyörtelen, kormánypárti gyanú esetén könyörtelenül elnéző. A kormánykritikus ügyvédet fél éven túl is előzetesben tartják annélkül, hogy elmondanák, mivel vádolják, és arra milyen bizonyítékaik vannak. Több másik ügyvéd állítja, az előzetes fogvatartás a kínvallatás modern formája. A meggyanúsított férfi a szegedi híreknek lesújtó véleményt fogalmazott meg az ügyészségről. Hát az én kérdésem csak annyi, hogy komoly volt ez a támadás, vagy röhelyes? Leginkább. A festék, hát reméljük, hogy senki nem fél és senki nem sérült meg. Hát én kívánom, hogy minden magyar intézmény soha nagyobb támadást ne érjen, mint hogy festékkel leöntik a falát. Miért érne támadás bármilyen intézményt? Ez a politikai véleménynyilvánítás kifejezés. Ez a Nem hiszem, bocsánat, akkor az ellenzék plakátjait lefestették valakik, és azt mondta rá a kormány, hogy ez politikai véleménynyilvánítás része. Más, mert az nem közintézmény, ne haragudjál. Nem közintézmény, ez egy plakát, kész. Ennyi. Példa volt. Én nekem ebben a kérdésben, bocsánat, eléggé határozott álláspontom van, talán ez az egyetlen olyan téma itt ma, amiben a nagyon határozott álláspontot tudok képviselni, és minden olyan esetben, amikor a legfőbb ügyészt, vagy az ügyészséget, vagy bármely közhatalmat gyakorlót kritizálni kell, akkor én ezt meg szoktam tenni az adott konkrét ügyekben is, tehát nem félek kritikát gyakorolni, de ebben az ügyben maximálisan egyetértek a legfőbb ügyésznek a nyilatkozatával. Ez egy igazságszolgáltatás elleni támadás, hiszen egy olyan közintézményt, nyilvánvalóan látjuk a párhuzamot, hiszen a felvezetésben is ez a párhuzamvonás megtörtént, hogy mely üggyel kapcsolatban nyilvánít így valaki véleményt, és én elfogadom, hogy valaki erről azt gondolja, hogy ez véleménynyilvánítás. Én azt gondolom, hogy ez több annál, mert a véleménynyilvánítás az, hogyha én most itt elmondom erről a történetről a gondolatomat, kiállok az Annak úthoz, egy hangos bemondóval a kezembe kikiabálom a gondolatomat, fölfestem a falra, mármint nem magánfalra, hanem erre szolgáló, erre célra rendszeresített falakra a véleményemet. Viszont ha oda megyek egy közintézményhez, ráadásul egy olyan szervhez, amely ebben az ügyben egyébként is kritikák keresztüzében áll, hogy jogosan vagy nem, ebben én most nem akarok belemenni, de pontosan itt van a lényege, hogy ez egy igazságszolgáltatás elleni támadás, hiszen egy közhatalmat gyakorló szerv, aki végzi a dolgát, még egyszer hangsúlyozom, az, hogy jól vagy rosszul, Kevesek vagyunk ahhoz, hogy ezt ebben a pillanatban megítéljük. Jól vagy rosszul, mindegy, lényegtelen. A lényeg az, hogy alkotmányos jogaival élve, kötelezettségeit teljesítve valakik ezt ilyen módon véleményezik. Én azt gondolom, hogy ez nem megengedhető, és ez valóban a jogellenes kategória. Elnök úr azt mondta, hogy erről az egy témáról van határozott véleménye. Pontos, ugyanezt tudom mondani, mint az előttem szóló. A leglényegesebb az, ha mi neki megyünk a közhatalomnak bármilyen formában, bármilyen ürüggyel, akkor holnap után már belerúgunk a rendőrbe, akkor leöntjük a katonát, mert nekem nem tetszik az, amit ők csinálnak. Tehát ez így anarchista állapotra hoz. Ez nyilván a fiatalok ebben a szempontból meggondolatlanok, nyilván egy 50 éves korára nem csinálna ilyet az illető, mert talán többet tud, többet lát. Itt van néhány fiatal, akit én verbális terroristának 48. tartalak. Tessék? 48 éves. Igen. Tehát sok verbális terrorista van, aki szóba összevisz, tehát olyan szövegeket mondanak, ami elképesztő. Szóval, amit az ő koruk, meg a tapasztalatuk semmit nem támaszt alá. De most ki mond ilyen szöveget? Hogy... De rendőrség meg nem kezdeményezte az előzetes letartóztatását, tehát nyilván ők se tartják ezt annyira komolyan. Ez az előzetes letartóztatás, ezt hagyjuk. Az erős volna, hogy előzetes letartóztatás. Mindenkit csukjunk be. Bocsánat, azért azt a részét szerintem azért, hogy most, hogyha most én lefestek egy intézményt, akkor az onnantól kezdve az már egyenes út, hogy én nem tudom, rendőröket ütök fejbe. Most én azt gondolom, tehát az, hogy valaki lefest egy intézményt, az a véleménynyilvánításnak egy radikális formája. Én nem vagyok híve, nekem nem stílusom ez a fajta véleménynyilvánítás, de én azt gondolom, hogy ez egy vagyoni kár keletkezett, azért az nagyon más, mint hogyha most én konkrétan egy rendőrben nem tudom, hogy mondjuk sérülést okozok. Azért... Teljesen más a BTK-beli megnevezése is. De az egyik egy rongálás lesz, a másik meg egy hivatalos személyelleni erőszak. Na de egyik is jogellenes, meg a másik is jogellenes, és az előbb azt hangzott el, hogy ne relativizáljuk. Hát a relativizálás, de pont ezért ne relativizáljuk most azt, hogy egyik is jogellenes, akkor ennyivel a blitzelés, akkor jó, hát én blitzelek, akkor onnantól kezdem már egyenes út, hogy én gyilkolni fogok. Hát ne, hát azért nem mondjuk azt. Azért nem mondjuk azt, hogy onnan egyenes út, hogy én lefestek valamit, onnan egyenes út odáig, hogy én már nem tudom, rendőröket fog gyilkolni. Ez egy kicsit radikális véleménynyilvánítási forma. Ezek valóban folyamatok, és hadd szabad legyen egy gondolatot még, hogy ha és amennyiben én megértem ezt, hogy megy tovább ezt. Én elvárom azt, hogy az állam betartsa a játékszabályokat velem szemben. Akkor én azt gondolom, hogy joggal várja el az állam is, hogy tartsák be az állam a játékszabályokat vele szembe. Ez csak akkor fog, és én csak akkor tudok okkal hivatkozni arra, hogy az állam adott esetben megsértette az én jogaimat, hogyha én nem sértem meg az állam jogait. Abszolút, én ebben egyetértek, meg egyébként, még egyszer mondom, én nekem személy szerint nem stílusom a jogsértő véleménykifejezés, de nem bagatelizálom, pont az, de nem bagatelizálom, csak azért, bocsánat, gondolkodjunk már, tehát azért racionálisan abban tekintetben, hogy az azért nem ugyanaz, tehát azért azt én viszont nem állítom szerintem, hogy az egy ilyen, tehát ez amikor, hogy ja, hát akkor, mint amikor szokták mondani ezt a kapudrog dolgot, tehát az, hogy azért, mert én valaki egy bizonyos fokra eljut egy jogsértésbe, és mondjuk rámondja, hogy polgári engedetlenség, most nem tudom, erre rá lehet mondani, hogy polgári engedetlenség. Konkrétan én jogellenesnek neveztem ezt a magatartást. De ugye erre nem lehet rámondani, hogy polgári engedetlenség egyébként? Jó, polgári engedetlenség a jogellenesség határáig terjed. És amikor ezt átlépi, onnantól kezdve ez már bűncselekmény. Oké, lényeg az, hogy azért nagyon nem mindegy, az a bűncselekmény milyen súlyú, és azért az továbbra is én elutasítom, bocsánat, azt, hogy azt mondjuk, hogy ebből egyenes út vezet oda, hogy valaki majd akkor rendőröket fog. Akkor én hadd hozzak még ide egy valódi előzetes letartóztatást a Czeglédy Csabáért. Ugye a legfőbb ügyészség szóvívője azzal védekezett, hogy az összes fellebezési fórumot megjárta, és helyben hagyták az elsőfokú döntést. Ez most a jogszerűségre bizonyíték, vagy arra, hogy nem érdemes fellebezni? Ha és amennyiben tudjuk azt, amit most mondok, teljes mértékben elkülöníteni ettől az ügytől, akkor kifejtem az álláspontomat, és azért különítsük el, mert a Czeglédy Csabával kapcsolatos büntető ügyben nem Czeglédy Csabának, hanem más személynek a védelmét ellátom, és éppen ezért úgy gondolom, hogy nem lenne szerencsés, ha én ebben a dologban, az üggyel összefüggésben bármilyen nyilatkozatot tennék most itt a sajtóban. De értem a probléma felvetést, azt gondolom, hogy az előzetes letartóztatásoknak a megítélése ma Magyarországon inkább a problematikus kategóriába tartozik, mint a kevésbé problematikuséba, és a kérdés úgy hangzott, hogy érdemes-e fellebbezni, igen, vagy nem. Igen. Azt gondolom, hogy mindenképpen meg kell tenni az embernek azokat a lépéseket, amelyeket a jogorvoslati rendszerben megtehet. Sajnos tapasztalataim azok, hogy ezek általában inkább eredménytelenek, az eljárásnak legalábbis egy szakaszáig mindenképpen. Ez így van. Sajnálatosan így van, persze. És ez például egy olyan kritika, amit én magam is elmondok, persze, minden esetben a bírói tárgyalóteremben, hiszen ezt a kritikát ott kell kifejtsem. Én azt látom, hogy gyakran előfordul olyan, hogy a bíróság nem feltétlenül látja el azt a funkcióját, amely a kritikai szemléletben kellene, hogy megnyilvánuljon, és azt mondani, hogy bocsánat, ezért nem teszek előzetesbe valakit, hiszen ez a legsúlyosabb kényszerintézkedés, amely ugye nem akarok nemzetközi dokumentumokra hivatkozva, visszafordíthatatlan és helyrehozhatatlan károkat okoz, függetlenül a későbbi bűnösség megállapításától. És akkor itt felvetődik a kérdés, hogy mit mondod az igazságszolgáltatásról, hogy ugye bizonyítékot nagyon keveset említettek, vagy soroltak föl pont itt a Czeglédy Csaba ügyben. Tehát, hogy ilyenkor mit mond a tévénéző erről? Vádat, ha jól tudom. Nem, hát én nem ismerem a dolgot, de nyilván nem is akarok erről nyilatkozni, tehát ha ő előzetesben van, és valami költségvetési csalása a fő momentum ebben, vagy fő vádpont, aminek nyilván szertágazó szövevényes része van más emberek, más csoportokkal, ő szerepe nyilván bizonyos értelemben tisztázott, de lehet, hogy nem 100%-osan, tehát ő nem lehet nyilvánítani így véleményt most jelen pillanatban. Ha megkérdőjelezik a bíróságnak, ügyészségnek az eljárását, akár más ügybe, akkor abban káosz van. Tehát azért álljon meg a menet. Nem tudod megkérdőjelezni? De meg kell kérdőjelezni. Meg kell kérdőjelezni, de hogy azt mondani, hogy ez biztos nem az, és nincs bizonyíték. Azért elég erős lenne, hogyha nem szabad. És akkor egy gondolattal ezt a témát... Addig, amíg így ítélet, addig én szerintem. Ez abszolút szent és érthetetlen, tehát az ártatlanság vélelme az mindenkit megillet. Az nyilvánvaló, hogy az eljárás abban a szakaszában, amikor előzetes letartóztatás a nyomozásban van, nincs ítélet, tehát mindenkit ártatlannak kell ebben a körben tekinteni, de amit mondani akartam, az megint csak hangsúlyozom, független, bár nyilván részben párhuzamban állítható, nagyon jól látszik ebben a történetben is, én abban a szerencsés vagy szerencsétlen helyzetben vagyok ebben az asztalnál, hogy tudom, hogy mi van abban az iratban, de és anélkül, hogy erről beszélnék, azt mondom, hogy jól látszik az, hogy az, amit a közvélemény gondol, képzel, belelát egy történetbe, az nagyon gyakran köszönő viszonyban sincs azokkal a tényekkel, amelyek az iratokban vannak. Hangsúlyozva, hogy az iratokban lévő dolgokat én nekem védőként nyilván kötelességem kritizálni, kétségbe vonni, és vele szemben a terhelt érdekét képviselni, és itt most nem is a konkrét ügyről beszélek, hanem arról, hogy amit az asztaltársaság gondol az ügyről, ez a balkezem, meg ami az iratokban van, az két különböző, egymással közel sem találkozó történet. Nem tudunk róla nyilvánvaló, hogy ez így van. De miért hoznák nyilvánosságra? Ezek folyamatban lévő büntetőügyek. Akkor ennyivel be kell érnünk. Hát ezek folyamatban lévő büntetőügyek. Már a mi nézőinknek is be kell érniük ennyivel. Még egy nagyon gyors utolsó kérdés, és mindenkitől csak egy-két szót kérek, mivel most már csak bő egy héttel vagyunk a választás előtt, hogy mire számítanak jövő vasárnap. Elnök úr! Én bízok benne, hogy ez a jobb középoldal megy tovább. Elég össze-vissza van minden, de egyáltalán... Önbe kell, hogy folytsam a szót, Kristóf. Hát én bízom benne, hogy ez a jobb középnek nehezen nevezhető kormány kap valami olyan alternatívát, ami nem süllyed káoszba, minden esetre én mindenkit itt ezen a fórumon is csak részvételre tudok buzdítani. És akkor ügyvéd úr? Ez az én gondolatom is, anélkül, hogy bíznék bármiben. Egy dologban bízom, hogy minél többen élnek azzal az alkotmányos jogukkal, és inkább én ezt kötelességnek nevezném, hogy elmennek, és amit a nyitó témában kifejtettünk, kritikát mondanak, vagy erről, vagy arról, aminek az eredménye nyilván az lesz, hogy valaki győztesen fog ebből kikerülni. Itt a végszó, nekem már nem is jut más feladat hátra, mint hogy elmondjam, önök a Szabad szájat, a Szeged Televízió véleményműsorát látták. Jövő pénteken megint jövünk, nem fogják kitalálni, fő témánk a vasárnapi választások lesznek. Szerintem izgalmas téma. Viszontlátásra!